Könyvbemutatóra és kiállítás megnyitóra várták az érdeklődőket a Városi Könyvtárban január 24-én. Perce Miklós Tűzről álmodom című könyvével ismerkedhettek meg a látogatók, illetve Friedrich Ágnes Krisztina tiszafüredi születésű művésztanár alkotásait tekinthették meg. A Magyar Kultúra Napját könyvtárunk is megünnepli rendszeresen. Ez alkalommal kettős programunk lesz, hiszen Perce Miklósnak a legújabb kötetét hallhatják, a könyvbemutatója lesz. Itt van a könyv, már sokan meg is vásárolták, és ez nagy örömhír, hiszen tavaly is volt egy könyvbemutató, és azóta egy újabb kötet is elkészült, sőt már tudom, hogy készül a következő is. Tehát köszöntöm vendégeink körében Perce Miklóst, akinek a kötet bemutatójára érkeztek. Igen. És Friedrich Ágnes, mondtam, hogy kettő program. Friedrich Ágnes Krisztina, elnézést kérek, hiszen a hölgyel kellett volna kezdjen. Remélem megbocsájtasz. Érte? A sorrendet figyeltem. Friedrich Ágnes Krisztináról tudni kell, hogy Tiszafüreden született, és itt is nőtt fel, itt járt iskolába, és művésztanár, és a gyönyörű festményei, grafikáiból láthatunk egy ízelítőt itt a könyvtárunkban, február 28-áig megtekinthető. És a Magyar Kultúra, ez egy jó alkalom most arra, hogy egy ilyen kettős ünnepüléssel töltsük. És köszöntöm körünkben a beszélgető társat is, Újvári Lászlót, ő fogja majd beszélgetni a kettőjükkel. És mielőtt én átadnám a szót a Lászlónak, egy fontos információt szeretnék önökkel megosztani. A programban eredetileg úgy volt, hogy fenntartunk Újvár Imre polgármester mond köszöntőt. Sajnálattal, más elfoglaltsága miatt nem tud részt venni, de üdvözletét küldi. Tavaly itt el tudott jönni, most más foglaltsága miatt nem tudott itt lenni, de üdvözletét küldi a jelenlevőknek. És ezt szerettem volna még, illetve mielőtt elkezdjük, egy meglepetéssel készültek itt a jobb szélen a fiúk. Hallgassuk meg őket nagy-nagy szeretettel. Két tétát zenésítettünk volna meg ebből a verses kötetből, és hát fogadják szeretettel. Az első tételnek a címe az, hogy utólér. Cseh Tamás emlékére íródott versed, aminek a címe
él és velünk marad. És ezt nagyon találónak éreztük, tehát meg mi is személyesen ugye Tamás munkásságának nagy rajongói vagyunk, és most úgy éreztük, hogy, igen, hogy ezzel megfogalmazta, ugye, amit mondani szerettünk volna. És akkor átadom a szót Lászlónak és a két jelenlevő tárgyának. Köszönjük szépen! Akkor szeretnék köszönteni mindenkit ezen a jeles alkalmon, és akkor szeretném megköszönni a lehetőséget is, hogy engem választottak beszélgetőtársként. Már volt egyszer egy lehetőségem részvenni Miklós bemutatóján, mint újságíróként, és volt már szerencsém beszélgetőtársként is, ez ugye az jeles alkalom éppen tavaly végén volt Kunhegyesen, és akkor is ezt a könyvet mutattuk be, amiből nagyon sok vers és nagyon sok érdekesség elhangzott. Most arra szeretnélek először kérni, hogy kérlek mutass be nekünk ennek a kötetnek a létrejött a körülményeit. Tehát egy kicsit az előzményeitől, úgy térjünk vissza a KH-hoz. A legelső dolog az lenne, hogy a bevezetőben elhangzott, hogy Ágikával ez közös program. Uh-huh. Hát azért is közös, mert ő illusztrátor ennek a könyvnek. Tehát ilyen gyönyörű dolgokkal díszítette. Az előzmények lehet, hogy egy kicsit hosszú leszek, mert a hátuljával is kezdhetném, a közreműködőkkel is kezdhetném, de az első inspiráció az volt, hogy volt egy könyv bemutatóm, és azt mondták, hogy én nem tudok érzelmes verseket írni, és akkor próbáljak már ebbe az irányba írogatni egy kötetet, ami az érzésekről szól, a féltésről, a kötődésekről, és nem tudom, hogy sikerült, én ebbe az irányba próbáltam összehozni ezt a kötetet, amiben nagyon sok vers van. Annyi magyarázattal tartozok előtte, hogy 9-10 ismert vers van benne, ez nem az én bűnöm, hanem a kiadó kérte, hogy amivel én valahol, valamikor díjat nyertem, azokat a verseket feltétlenül maradjon a kötetbe. Tehát az inspirációról már beszéltem, hogy sikerült, az az olvasás után derült ki. Sokan szememre vetették, hogy nem tudok vidám dolgokról írni, de erről is lesz majd szó. Ma tehát egy vidám részletet is fogok majd felolvasni, hogy ne ez a vád érjen. Tehát ha kapkodok, elnézést kérek, a hátulja is lényeges ennek a könyvnek, aki újságíró tudja, hogy mindenki a sportrovatot keresi. Hát én úgy gondoltam, hogy a kiadónak okos ötlete lesz, ha megjelöli azokat, akik segítettek abba, hogy ez a könyv megjelenjen. Hát először Tiszafüred város önkormányzata, vagy város címere van, utána a Vitorlás Vendégház a Bátszalókon van, aki támogatott, a másik az még létező munkahelyem, Tiszafüred önkormányzata,
és akinek szerintem örök hálával tartozom, gyerekkori barátom, Ábrán Tamás, a Lány Hotel volt a támogató, azokon az embereken kívül, akik nevük elhallgatásával is segítettek abban, hogy az a könyv megjelenjen. Na most a struktúra, ami ez így, ilyen formában megjelent ez a könyv ebbe az összeállításba, meg ebbe az elosztásba, a Literatúra kiadónak köszönhető. Na most ez a kapcsolat úgy jött létre, hogy teljesen derült égő villámcsapás volt, hogy kaptam egy telefont, hogy kedves Miklós, ne haragudjon, hogy zavarom, szeretnénk Önt bemutatni a Literatúra Irodalmi Magazinba. De erre mit tud mondani az ember? Nagy szerényen elkezdtem ülelni, és azt mondtam, hogy megtisztelnek vele természetesen, küldjek verseket, és akkor mondták, hogy kiadnák a verses kötetemet. Ami lényegében tavaly elárultam, hogy majdnem 80%-osan kész volt tavaly februárban. Tehát Márkus László és Hajnal Éva, akinek a nevét meg kell említenem, ezen kívül telefonáltak ebben az időben, nem indultak el. Víg Mártika szerkesztette a könyvemet, aki az előzőben is oroszlán részt vállalt. És akkor mindig nehéz ez a dolog, mert valaki mindig kimarad, de Ágival kezdtem, ő szerepel a könyvbe, köszönöm az illusztrációt, Koncz Csaba eljött, aki szintén festőként hozzájárult ahhoz, hogy az a kiadvány kapós és értékesebb legyen. Nagyon köszönöm Kovács Imre, nem haragszol, Kotász barátomnak is, akinek ez a gyönyörűséges borítókép is köszönhető, és több grafikája szerepel a könyvben, és a másik telefonáló, az pedig Cuppál, állami díjas faparagó művész, akik illusztrálták a könyvet. A tiszteletköröket leróttam, azt hiszem nem hagytam ki senkit. Jaj, egyetlen egy dolgot azért nagyon fontosnak tartok, mielőtt még zavaromba kimaradna. Tehát a borító tervbe egy kecskeméti díszítész, mester Csapós Rókának is köszönettel tartozok, és ami még egyszer fontos, ugyanitt keresztel áll Darabos Laci barátom, aki először kezdte összegyűjteni a verseimet, és ő készítette ezt a portréfotót, ami szerepel a könyvbe. Utólagos, hogy mondjam, kegyeletem és hálám is ez, hogy a kiadó megjelentette őt ebbe. Sajnos ott van, hogy már nincs közöttünk. Nekik nagyon sokat köszönhetek, és azoknak, akik ebbe az időbe eljöttek, sokat beszélek, állíts le, Laci, de ha kimaradt valaki, akkor még menet közben tudom pótolni, de azt hiszem a... Hagytam lehetőséget, hogy ne hagyd ki senkit. Persze, persze, köszönöm szépen. És akkor tűzre elmondom, ezt a címet kapta ez a kötet. Szívbéli arányok az alcíme. Mi az, hogy szívbéli arányok? Nálam ez volt az első, ami megfogott benne. Na, a tűzről álmodom, tudom, hogy az egyik vers benne, és erre majd még kitérünk. A szívbéli arányok mik? Ez pontosan az volt, hogy tavaly én azt ígértem, hogy ennek a kötetnek a szívgyertyák lenne a címe. Szerepel is a hatodik oldalon, és azt hiszem, el is olvastam ezt ajánlónak, most is elolvasom, azok csak úgy égnek maguktól, mint ki nem mondott szavak, eljönnek már sorra múltadból, szívből, hogy szemeid lássák, múltnak a jelenhez nincs már távolság, közel hozzák ezt neked a szívgyertyák. Ebből lett a szívbéli arányok, mert a szívgyertyák, hogy mondjam, ebből lett a tűzről álmodom. Tehát a gyertyák égnek, viszont Áginak volt a kritikája, hogy az valahol szomorú elég neki, így van. És álmodni azt mindig tudunk, meg mindig képesek vagyunk tervezni. Az álom az valószínű olyasmi, hogy amit meg is szeretnénk valósítani, a legtöbb álom.
és a szívbéli arányok azok inkább a novellákra vonatkoznak, mert ezek olyan kötődések, amilyen olyan élmények, amik valóban a szívhez szólnak. És ezeket az arányokat, hogy mennyire lehet porciózni, vagy fájdalmat, örömet, ezekről az arányokról akartam én valahogy hitvallani, ha ez ékesége. És amikor az elsődet szerzed, akkor külön ebben ehhez a kötethez indítottad el magát a folyamatot, hogy akkor most ezek a versek ebből a kötetbe kerülnek be, vagy pedig össze kell gyűjteni azokat a verseket, amik kicsit érzelmesebbek, amik szívhez szólóbbak, ahogy azt ígérted ugye a legelején. Hát igen, hát... Magyarul mennyire készültél erre a kötetre? Ez nagyon gyorsan ment. Tehát ez majdnem egy hónap alatt megíródott ez a kötet. Hát kellenek inspirációk, kellenek hozzá szemek, kellenek hozzá szívérintő pillanatok. Na most, hogy ezek honnan jönnek, ebbe vannak titkok, ebbe vannak rejtelmek. Már pedig ezt a kérdést nem fogod kikerülni. Ebbe vannak titkok, rejtelmek, érzelmek. És volt velem egy olyan riport, hogy az jó dolog, hogyha valaki már 67. évesen, mert már egy évvel öregem lettem, még képes tűzről álmodni. Hát én még szeretnék. Kikerültem a nagy részét a válasznak, de nehezen megválaszolható ez, hogy az ember az érzéseiről hogy val. Általában, hogyha zavarban van az ember, ugye jobb, hogy verset leírni. Mert abban el tudom dugni azokat a dolgokat, amit úgy face-to-face, úgy csak úgy elmondanék. Többnyire a veled megtörténő, veled szembe jövő dolgokat, hogy azokat írod meg, amik téged foglalkoztatnak? Nem többnyire, mindig. Tehát van egy olyan pillanat, amit le kell írni. Tehát, nem tudom, inkább elmondok egy versen. Azt hiszem, ez egy kicsit benne van a válasz is. Az a címe, hogy Csillagom. Éjfél lehetett, mikor a diófám alatt várakozva álltam, kerestem a holdam, de csak a nagy göncöl találtam. Tiszta volt az ég, ragyogták fénylőn a csillagok, hová bújt, kutattam korongját, sehol nem láttam ott, tavasz volt illatos, madárzaj elaludt, nem zavart, hol lehet, hisz egy felhő sincs, hiánya így felkavart. Repülők irányát, mik villóztak, mindenütt láttam én, amikor szekerem csak vágtatott, szép tejutas éjjelén. Nem baj, gondoltam, az esthajnal úgy is hozza majd, nyugtattam vagy lelkemet előzve bánatot, bút a bajt. Hold nélkül maradtam, de már túl a vad gondokon, és ám ragyogott megmentőn a legfénylőbb csillagom. Két lábú vagy az égen volt, mindenkire rábízom. Köszönöm. Jellemző lehet, hogy amikor verseket írsz, pontosabban, amikor valaki olvassa a verset, akkor azok mindig elgondolkodható versek. Ezek nem minden költőre jellemzőek. Te magad is sokat gondolkozol, mielőtt írsz egy verset? Mert te azért elég termékeny költőnek számítasz. Általában nem. De van olyan, hogy nagyon kevésszer van, hogy mégis átírom. Nagyon ritkán. De általában az, én azt hallom, hogy ami papírra kerül gyorsan, és egy inspirációból, az a jó vers. Szent meggyőződésem, és tavaly meséltem róla, hogy amikor tanítottak engem verstanra, nem tudom, hogy milyen komolyan veszik ezt még az iskolában, nálunk nagyon komolyan vették, hát mi a daktilus, pondeusz, meg a verstan, tehát otthon kellett lennünk, és én amikor éjjeli őrként dolgoztam, én ezekre az ütemekre lépdeltem, és akkor, amikor visszaértem egy ilyen másfél órás kanyarból, akkor gyorsan leírtam valahova. Fecnire, papírra, és ezeket is gyűjtögette valaki, és ebből is lett egy kötetecske. És
és akkor mindig az, hogy ahogy léptem, tehát hogy kijöjjön a ritmus. Tehát ezek ilyen, ezt még el sem mondtam, még sehol, de vannak ilyen játékok is, hogy eljátszok azzal, hogy lesz ebből vers, hogy tum-dorodum-dorodum-dorodum, és akkor találok valamit. És akkor van egy bogár, egy szép virág, vagy nem tudom, előbújik a hold, és az ember elindul egy olyan dolog, hogy azt le kellene érni, amit vagy hideg volt, vagy nem tudom. Nem tehát tudom. Magyarul az itlet. Igen. Ez jöhet bármikor, bármilyen pillanatban, és van olyan is, hogy tényleg leírom azt reggel, amit álmodtam. Ilyen is van. Tehát az itlet bármikor jöhet, igen. Akár egy költeményhez, akár egy festményhez. Most azért is nevetek, mert amikor a képeket raktuk fel, és jött Miklós, és nézte, már adott egy-két ötletet, hogy mit fessek majd, meg neki, hogy versbe már előjött, úgyhogy már nem tudom, mi lesz, de már készül a következő szerintem. Ha jól tudom, ez nektek a második kooperációtok, ugye? Vers is, mondhatások egy fotó. Meséltek nekem egy kicsit ott a itt a közös múltról, hiszen én már tudom, hogy itt ugye gyerekkorban, szomszédságból, szomszédjában vezetnek vissza, nyúlnak vissza ezek a gyökerek. És ebből hogy lett közös együttműködés? Ki kérte fel a másikat, ki kereste meg a másikat? Az egyiket. Egyik a másikat. Igen. Tehát mondod, Ági? Én csak annyit tudok elmondani, hogy én kis gyerekként ugye szomszédok voltunk. A Poroszlói útról lehetne regélni. Szerintem mi, akik ott laktunk és a környékén, egy olyan közösséget alkottunk, ami nagyon sok akkori gyereknek szerintem benne marad a szívében és az életét későbbiekben is befolyásolja a jelenben is. És nekünk Miklós szembe szomszédunk volt, ő nagyfiú volt, én kicsi lány voltam, bocsánat, nincs akkor a korkülönbség, csak úgy éltem meg, hogy én kislány voltam, és azt tudom, hogy a gitárszó mindig áthallatszott, és ha átmentem Sárika nénihez, akkor Miklósnak ott volt a gitár a kezében, és ahogy nézegettem, ott voltak fotók, ugye a testvére is ki volt téve Miklósnak, aki focista volt, és úgymond híres, akármit mondunk, azért most is jelen van a szívünkben, vagy ismert ember Tiszafüreden, és úgy kérdezgettem, beszélgettünk, de igazából most a felnőtt korunkban lett az, hogy kapcsolatot vettünk fel, és Miklós keresett meg. Amikor látta a rajzaimat, festményeimet, és ő kínálta föl, hogy szeretne egy kötetet kiadni, úgy tudom, hogy az előző volt az első. Nem? Akkor velem az első. Igen, az közös első volt. Illetve velünk, mert azért itt vannak a többiek is, akik alkotótársak benne, és mi csak ilyen kis szerény résztvevői vagyunk ennek a rengeteg alkotásnak, ami... De ha jól látom, akkor tehát akár Imrével, akár Olival, mindenkivel valamilyen, valahova a gyerekkorban is a barátság, az ismeretségben nyúlnak vissza. Ritka azért az, hogy alkotók együtt nőnek fel egy csoportban. Nekem szent meggyőződésem, hogy ez csak előreveszi a dolgokat, és egy-két ember van, aki, hogy mondjam, ez nehéz az én számból kimondani, hogy nem csak abban tehetséges, amit csinál, és apróságokat fedeztem fel, például, hogy a gyönyörűségeket láttam. Kovács Imre barátomnak a grafikáit megmutatta, hogy ezt csinálta ezelőtt 40 éve, mondom, Imre, hát ezek gyönyörűek. Tehát ő nem csak a vasból tud csodát csinálni, hanem ezekből is, és hát tényleg a barátság az jó fogódzó. Ákikához még annyit azért szeretnék visszatérni, hogy én ennek a nyers példányát ajándékba vittem el a kiállításodra. Igen. És kinyomtattam akkor, nem tudom, 50-60 verset, és akkor már mondtuk, hogy ezt folytatjuk. Folytatjuk ezeket a dolgokat, és ezt a ő kiállításán írtam ezt a verset. Én nem tudom, szavalós kedvembe vagyok. Elmondjam?
Hangolás. Simogat a hangja áldott ez ümögés, kezek romantikája dallamos küldetés, tündér szép álmom, víg hajnali ébredés, szívhangok kottája az ősi hangszeren, oly szépe muzsika, mint a tiszta szerelem, lelkemet nyugtatón varázs rejtelem. Na most a Áginak a kiállításán volt ez a milyen hangszer? Jászberényben volt ez a kiállítás, és ez a, hát úgy is nevezik, én sem tudom pontosan, ez gáz egy kicsit, de ez Talamba. Igen. Ez a ütős hangszer, hogy úgy néz ki, mint a teknő, egymásra is lehet fordítani, önmagában is lehet, van ennek több elnevezése, de varázslatos zenét csinált ott egy fiatal ember nekünk. Én a tanulmat ismerem, de Igen. És akkor megígértem, hogy mire hazaérek, lesz egy vers, és ez a vers lett belőle. Akkor folytatni kell a dolgokat, a kérdésre nem haragszol, Ági. Hát, Csaba az lényegében, róla is beszélni kell, már ő vele úgy ismerkedtünk meg, hogy lefestette éppen Kovács Imre barátomat, amikor dolgozott, és én megláttam a festményt, és tényleg Imre ott izzadt dolgozott, egy nagyon jó festmény volt, és akkor kértem fel, hogy mi lenne, ha. Na, mi lenne, ha az benne van. Festmény, szép festmény, kit hagytam ki, Cuppoliról, meg azt hiszem nem kell mesélnem, mert számomra az az ember, az a csoda, mert én viszonylag trehány vagyok, rendetlenül, meg fontos, célra törő, és nekem ő ebből példakép. És az ellentétek kiegészítik egymást. Én azt szoktam mondani, hogy én vagyok a világ legrendesebb, rendetlen embere. Egy mosógonyában, mikor gondoltam, az, hogy majd mi lesz. Az, hogy majd mi lesz, csak ne párás háztető, mint 10 évvel ezelőtt. Egy mosógonyában, egy szükséglakásban, éjszaka volt sötét. Kívülről kaptam a fényt, de én mindent láttam ott, mire megvilágosodott, és én magamat láttam 10 év múlva itt. Hallgatva ezt a régi dal hangjait, de azt gondoltam, nehogy majd úgy legyen, és 10 év múlva ne ez a dal legyen. Egy mosókonyából, ahol gondoltam azt, hogy mi lesz. A jövőt kértem én, hogy ne ez a dal legyen. Túl az éveken, egy mosókonyhából, neki a világnak, mindegy, hogy mi lesz. Mindegy, hogy mi lesz, csak ne ez a dal legyen. Túl az éveken, és én magamat láttam 10 év múlva itt. Hallgatva ezt a régi dal hangjait, de azt gondoltam, nehogy majd úgy legyen, és 10 év múlva ne ez a dal legyen. Romokban vagyok, mint eltűnt szerelme, s ideológia. Jönnek új mániák, civilizáció,
meg globalizáció. De én nem gondoltam, hogy egyszer majd úgy legyen, hogy elfelejtik az én ember nevem. És én magamat láttam 10 év múlva itt, hallgatva ezt a régi dal hangjait. És én azt gondoltam, nehogy majd úgy legyen, és 10 év múlva ez a dal legyen. Csak ez a dal.